Kecskeméti találattal kezdődött a mérkőzés, de rögtön volt válasza a Deacnak. Az első 10 percben még fej-fej mellett haladt a két csapat. A 15. percre 5 gól lett az előnyünk. Csuzi Milán a játék rész feléig 4 találatot jegyzett a KTN-nek. Ekkor időt kért a vendégek edzője. A 20. percig 3 meccsigre zárkózott a Deac, 11-8 volt ekkor az állás. Ocsovai volt kénytelen időt kérni. A hajrában tovább zárkózni már nem tudtak a vendégek, sőt egy időn túli szabaddobásnak köszönhetően 4 gólos előnnyel várhattuk a folytatást. 15-11 volt az állás a fél időben. A fordulást követően 4 percet kellett várni az első gólra, melyet a Debrecen szerzett. A Kecskemét a 37. percben tudott csak válaszolni. Ellenfelünknek jobban ment a játék, és a 13. percben 1 gólra csökkentette hátrányát. Ekkor ismét időt kértek a hazaiak. A második játék rész felénél 21-19 volt az állás, és ekkor szerezte meg 9. gólját. A következő percekben felváltva szerezték a találatokat, a hajrát azonban jobban megtolta a Kecskemét, és végül 29-25-re megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a Magyar Kupában. Azok a játékok, amiket elterveztünk a mérkőzés előtt, azokat szépen megcsináltuk. A balassagyarmati hétvégi bajnoki mérkőzésnek szántuk ezt a Magyar Kupát, hiszen egy jó felkészülés volt nekünk. Nagyon örülök annak, hogy a fiatalok ilyen szépen helytáltak, és bízom benne, hogy ezt a magabiztos jó játékot a hétvégére is át tudjuk menteni. A balassagyarmat elleni összecsapás szombaton 18 órakor lesz idegenben.